Teljesen új az aszfalt, és parkolásra is bőven van lehetőség Geszteréden a Petőfi utcán. Ez a község második legforgalmasabb útja, a legfontosabb szolgáltatások ezen a vonalon közelíthetőek meg. Akkorában töredezett, kátyúkkal teli burkolatot a Magyar Falu program által újították fel csak nem 900 méter hosszúságban. Egy másik újra aszfaltozott mellékutat is átadtak, itt járda építés is megvalósult. Ez az aranyszabja lakótelepnek az útja, ez egy nagyon rossz állapotban lévő út volt. Ez egy BMS pályázat, belügyminisztériumos pályázat, ez 20 millió forintos állami támogatás és 3,5 millió önerő részt kért. 250 méteren a 4 méteres út meg lett újítva, új aszfaltot kapott, két oldalt meg lett szélesítve patkával, kőpatkával, és egy új járdát, egy teljesen új járdát kapott bal oldalra 250 méter hosszban. Kiemelt feladata a kormánynak az úthálózat bővítése és felújítása. Erről már Sanda Tamás parlamenti és stratégiai államtitkár beszélt. A politikus hangsúlyozta, a vidéki falvak és a nagyvárosok közötti átjárhatóság fejlesztésének érdekében 2016 és 2024 között 3200 milliárd forint értékben valósulnak meg fejlesztések. A programnak köszönhetően összesen mintegy 1000 kilométer új és fejlesztett útszakasz valósul meg 2016 és 2024 között. A célunk az, hogy minden megyei jogú várost négy sávos úton lehessen elérni, az autópályák és az autóutak elvezessenek az országhatárokig, a kiemelt gazdasági térségek, technológiai és ipari központok elérhetősége az jelentősen javuljon, és ami különösen fontos, hogy bármely településről fél óra alatt elérhető legyen egy gyorsforgalmi út. A Petőfi utca és az Aranyszabja út felújítása már megtörtént, a Geszterédet átszelő 4901-es főúton azonban még kerülgetni kell a kátyúkat. Simon Miklós országgyűlési képviselő elmondta, jól halad ennek a szakasznak az újraaszfaltozása, amire csaknem másfél milliárd forintot fordítanak. Ez ugye Bökönny és Balkány közötti területet jelent. Geszteréden teljesen megújul a főutca. Nem különben most a vízműnél járunk, ugye, a felújítással, és ilyen formán ez a probléma is meg fog oldódni. Tehát öt szakaszban történik az út felújítása, ebből hárommal végeztünk, kettő még hátra van. Ez a kettő szakasz egészen Balkányig fogja biztosítani a jó minőségű közlekedést. Geszteréden az elmúlt négy évben egyébként számos intézmény épületét felújították, többek között a polgármesteri hivatal és a helyi általános iskola is új külsőt kapott. A közeljövő legfontosabb beruházása pedig a szennyvízhálózat kiépítése lesz a községben.